A budapesti regionális nyomozó ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrükre Baltával támadó férfit, és indítványozta letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint 2024. június 18-án este családi veszekedésről érkezett bejelentés miatt a rendőrök bementek a Kunmadaras ingatlan udvarára. Itt egy férfi és egy nő kiabáltak egymással, akiket erőszakos magatartásuk miatt többen igyekeztek szétválasztani. A veszekedők figyelmen kívül hagyták a rendőri felszólításokat, már az adatgyűjtéskor a nő megrúgta az egyik rendőr alkarját. A rendőrök a kapu felé hátráltak, ekkor a férfi egy féltéglát célzottan a rendőr felé dobott, akinek el kellett hajolnia. Miközben a két rendőr az ingatlant elhagyta, az elkövetők veréssel, üléssel fenyegették őket. Amikor a rendőrök az ingatlan előtti szolgálati gépjárműhöz értek, a férfi baltával megindult feléjük, miközben hangosan fenyegetőzve megölésükkel fenyegette őket. A rendőrautóhoz érve a férfi egy pillanatra megállt, majd a baltával hadonászva hirtelen nagy lendülettel megindult a folyamatosan hátráló hivatalos személyek felé, miközben feldúlt állapotban továbbra is azzal fenyegetőzött, hogy megöli őket. A rendőrök többször felszólították a támadót, hogy tegye le a baltát, hagyjon fel erőszakos magatartásával, aki ennek nem tett eleget. Végül a családtagjai vették ki a baltát a kezéből, és az időközben kiérkező megőrisítő rendőri egység bilincselte meg. A drogosok csinálják. A drogosok, ha nincsen időnk, pénzek, akkor lopnak, csalnak, ha kell, betámadják az ember. Már azt mondom, hogy hát én sem vagyok fiatal, 70 vagyok. 71. és ha meglássák, hogy egy kis pénz van én idősöknek, és ezek a tizen valahány évesek, meg a drogosok, úgy szíják felfelé azt a port, akkor cigi, tabletta, hát a valamelyik nap jöttem itt, hazafele mentem, keresztül a parton, azt mondták, hogy hárman érted, körbe kaptak, azt mondták, hogy pénzt adjak, vagy kikapom. A budapesti regionális nyomozó ügyészség intézkedett az erőszakos többszörös visszaesőnek minősülő férfi őrizetbe vételéről. Gyanúsítottként hallgatta ki felfegyverkezve elkövetett hivatalos személyelni erőszak, valamint emberölés előkészületének büntette miatt, majd indítványozta letartóztatását. A kényszerintézkedésről a bíróság döntött. A gyanúsítottként kihallgatott nő, aki szabadlábon védekezik, társához hasonlóan nem tett vallomást.